Csendőrbajtársak! Teljesen be vagyunk kerítve a királyi palota romjai között. Napok óta nincs semmi kenyerünk, se vízünk. Készek vagyunk a mindenható Isten kezébe tenni életünket és rábízni sorsunkat. Ha nem éljük túl ezt a poklot, gondoskodjatok a családjainkról. Isten óvja Magyarországot! Éljen soká Magyarország! Éljen soká magyar királyi csendőrség! Prime Minister Count Paul Teleki, a distinguished academic turned diplomat, was Hungary's prime minister during the critical period before Hungary's entry into World War II. He had been respected and influential in the English-speaking world, but never on a scale approaching that of Edward Beneš and the Czech emigres. After Teleki's untimely death, no Hungarian diplomat, historian, or writer has emerged with the ability to sway world opinion in favor of Hungary. The relative obscurity of the Magyar language, often cited as a factor, is compounded by the insular emigre communities of the Hungarian diaspora that would not or could not reach out to their English-speaking neighbors on a level that would merit attention. Victor A. Falk's Fire, Iron, and Blood, a short history of the Royal Hungarian Honvéd Army in the Second World War, is a welcome exception, keenly aware that Hungary's embattled image on the world stage only diminishes her bargaining position to right the unjust edicts of the Treaty of Trianon. Falk reaches out to the world in a world language, but from a Hungarian perspective. After János Hunyadi's victory over the Ottoman Turks at Nondorfehérvár in 1456, the perception of Hungarians as a heroic people rose again with their historic revolutions. The iconic Hussars in the 1848 War of Independence and the 1956 ragtag freedom fighters ignited the world's imagination and admiration. The struggle for independence and a neutrality free of toxic alliances was an elusive then, as it was in 1941, when Hungary joined in the German invasion of Russia in Operation Barbarossa, which ultimately led Hungary down a dark abyss and, once again, on the wrong side of history. Vitéz Falk Viktor műve tűzzel, vassal és vérrel. Magyar szempontból a világ nyelvén szól a nagyvilághoz. Miután Hunyadi János 1456-ban legyőzte a törököket Nándorfehérvárnál, kezdtek ismét heurikus népként tekinteni a magyarra, ami csak fokozódott a történelem során vívott forradalmaik eredményeképp. Az 1848-as forradalom és a szabadságharc ikonikussá lett huszárjai és az 1956 pesti srácok és lányok lángra lobbantották a világ képzeletét és csodálatát. A függetlenségért vívott küzdelem és a mérgező szövetségektől mentes semlegesség szabadsága azonban épp olyan illékony volt, mint 1941-ben, mikor az ország a Barbarossa hadműveletben csatlakozott Németországhoz, és megtámadták a Szovjetuniót. Ez a végzetes csatlakozás sodorta Magyarországot a szakadék felé, a történelem egyik legsötétebb korszakában. A 24. században egy független Magyarország ismét két hatalom között találja magát. Európa és Oroszország. Vitéz Falk Viktor könyve visszatekint a múltba, de a jövőt is sugallja.
Ha összehasonlítjuk a II. Világháború előtti helyzetet a mai eseményekkel, a hasonlatok déjà vu-ként masíroznak előttünk. 2014. márciusában Oroszország a nyelvidentitás nevében foglalta el a Krímét. Hitler Adolf hasonlóképpen cselekedett, mikor bevonult az Sudétenlandban 1938-ban. 1938 és 1941 között Magyarországnak sikerült visszanyerni elveszített területei egy részét és megerősítenie csekélye hadseregét. 1938 és 1941 között Magyarországnak sikerült visszanyernie elveszített területei egy részét és megerősítenie csekélye haderejét. Sajnos ezen rövid távú előnyök megszerzése a semlegesség rovására történt. Teleki Pál gróf diplomáciai erőfeszítései a semlegesség megőrzésére és a Jugoszláviával való kapcsolat normalizására meghiúsultak, amikor a német csapatok engedélyt kaptak, hogy átvonuljanak Magyarországon Belgrád felé. Kassa bombázását gyakran említik, mint causus bellit Magyarország belépéséhez a háborúba 1941. június 27-én. De a mögötte sok valójában Trianon volt, miként az első világháború a raison d'être a másodiknak. A magyar kormány és a hadsereg parancsnokai a harmadik birodalommal való együttműködést, beleértve a Szovjetunió megszállását, látták az egyetlen lehetséges útnak a trianoni döntés igazságtalanságának jóvételére, gyógyírt gyújtva ezáltal magyarok millióinak és kiharcolva az elveszített területek visszacsatolását az agyaországhoz. Ez a szent hit tartotta a lelket a magyar katonákban, azaz honvédekben, hogy küzdjenek és meghalljanak idegen földön. A cáfolhatatlan bizonyítékok, statisztikák és a trianoni veszteség mértékét plasztikusan jelző háromdimenziós térképek ellenére az eredeti terület 71,4%, a népesség 64%-a veszett el. A történészek még mindig nem látják tisztán, milyen hatást gyakorol Trianon a nemzet pszichéjére. Ezt a tudatot a harmadik birodalom ravaszul kihasználta. Az orosz föderáció is azt a reményt élteti, mint egy mézes madzag, hogy Magyarország visszakapja a Kárpát-alját, hogyha az orosz külpolitikai érdekekhez igazítja magát. A magyar kormány szintén úgy cselekszik, mint ahogyan a 30-as és a 40-es években. Mi lesz ennek az ára? A vége. A jövőben nem látunk, de a történelem leckésztet. Vitéz Falk Viktor értelmezése szerint több ezer magyar honvéd hősi halál halt egy terjedő harmadik birodalmért. Nagy tragédia lenne, hogyha a magyar honvéd hősi halált hal nagy Oroszországért, csak hogy az utolsó leherete a magyar nyelven lehessen. Magyarország kis ország. A népessége évette csökken, és a demografikusok szerint 15%-kal fog csökkenni, mikor 2025-öt írunk. Ez a folyamat hasonló Bulgáriában, Latviában, Lengyelországban, illetve a régi varsói szerződési államokban. Művelt fiatalok ezre elhagyják otthonukat Nyugat-Európáért vagy Amerikáért. Fiatal erdélyi magyarok elhagyják a szent földjüket, Attila földjét. Ideológiai harcok a konzervatív és a liberális álláspont tengelyén hevesek nem csak Magyarországon, de a világszerte. A jobb szárny és a bal szárny közt, mintha nem létezne egy porcika dialógus. Pedig csak így lehet a demokráciát egészségesen fejleszteni. Még a turulmadárnak is kell egy bal szárny, másképp nem képes fennmaradni a levegőben. Azt állítja a nyugati sajtó a világ nyelvén, hogy Magyarországon megszűnt a demokrácia, és hogy az Orbán kormány egyre cinkoskodik az oroszokkal. Mi itt az igazság? És mi volt az igazság a II. Világháborúban? A szerző ismerheti azokat a történelmi és geopolitikai körülményeket, melyek folytán Magyarország két szuperhatalom, Németország és a Szovjetunió közé szorulva háborús harctérré vált. A II. Magyar hadsereg szervezetéről, a Barbarossa hadművelet korai magyar győzelmeiről, a Stalingrádi csatáról és annak következményeiről. A nyári offenzíva sikerei ellenére, melynek során a magyar katonák győztesen masíroztak keresztül az egykor osztrák-magyar monarchiához tartozó területeken, például Galícián,
Falk Viktor a Falling into Abyss, zuhanás a szakadékba című részében hangsúlyozza a magyar királyi honvédség felkészültelenségét. A túlélő veterán vagy történés szemszögéből a szavak hátborzongatóan profetikusak tűnhetnek. Egy magyar huszárt aligha lehetett összemérni a jól táplált, jól felszerelt harci gyakorlattal rendelkező és a harckocsik vastag páncélzata védelmében harcoló német katonával. 1943 telejére a veszteségek megrendítő méreteket öltöttek. A második magyar hadseregnek csupán egy töredéke élte túl a szovjet csapatok ellentámadását a Don folyónál. A döbbenetes katasztrófa híre a félholt, csontsovány, magányos lovak által érkezett meg hazai földre, például Hódmezővásárhelyre, amelyeknek egykor büszke lovasai a hóba fagyva hevertek valahol a távoli Voronyezsben. A döntéstek, hogy Magyarország belép a háborúba, valóban katasztrofális következményei lettek, és az ország ismét a rossz oldalon találta magát a történelemben. Ennek ellenére Vitéz Falk Viktor távolról sem defetista. Könyve legfontosabb üzenete még a vereség ellenére is, sőt, épp hogy a vereség közepette, a magyar honvéd elvithatatlan hősiessége. Az intenzív szovjet ellenoffenzívának november 19-én és 20-án sikerült áttörni a Don vonalán, bekerítve a 6. német hadsereget és megadásra kényszerítve 91 ezer németet. A vörös hadsereg kihasználta előnyét és úgy tervezte, hogy gyorsan megsemmisíti a 2. magyar hadsereget a voronyezsi front mentén. Az ígért német automata fegyverek és páncélzat nem érkezett meg, ahogy a téli ruházat sem jutott el a magyar katonákhoz karácsonyig, mínusz 40 fokos hidegben. A magyar hadsereg védtelen volt, és az oroszok tudták ezt. A 2. magyar hadsereg alá volt vetve a német B hadseregcsoportnak, és az égetően sürgős magyar kérést az ellátmány biztosítására, valamint a tartalékos magyar haderő bevetésére, ez volt az első magyar páncélos hadosztály, azzal az ürüggyel tagadták meg, hogy a német Krémer csapattest részeként még mindig a Doni katasztrófából próbálnak felállni. Amikor Jány Gusztáv vezérezredes, a 2. magyar hadsereg parancsnoka megismételte a kérését a német főparancsnokságnak, hangsúlyozva, hogy tartalékos magyar haderő nélkül kétséges a 2. hadsereg talpon maradása, maga Führer tagadta meg a kérés azzal, es muss ausgehalten werden, mindenáron végsőkig kitartani. Ki is tartottak, a magyar honvéd volt a 2. német hadsereg utóvétjének udóvédje. Hódolattal álljunk meg hősi halottaink, sebesültjeink ezrei előtt. Dicsőség nevüknek, hála és elismerés illesse őket, de azokat is, kiket a mindenható becsülettel végzett hű kötelesség teljesítés után visszavezetett, hogy állják a harcot, míg a végső győzelem órája üt. Néhány megdöbbentő adalékkal kezdődik Hitler és Horthy Miklós Klessenheimban zajlott találkozásáról. 1944. márciusában Horthy kormányzót meghívták Németországba, hogy megvitassák a két szövetséges ország kapcsolatát, valamint az orosz előrenyomulást a Kárpát-medence irányában. A találkozón a Führer arról tájékoztatta a magyar kormányzót, hogy csapatainak már kiadta a parancsot Magyarország elfoglalására. A Führer egy tapintatlan manővere után teljesen váratlan fordulatot vett a szövetség. A szerző forrásai szerint Horthy kormányzó de facto ellenségé vált, miközben a német osztagok elfoglalták az országot. Hitlernek a megszállásra adott magyarázatában leplezetlen megvetés lapult. Idézem. Szavamat adom önnek, hogy amint Magyarországon olyan kormány lesz, amelyben megbízom, kivonom a német hadsereget. Vitéz Falk Viktor megjegyzi, hogy ez nem történt meg. Még a náci barát Szálasi Ferenc és Nyilasz Kereses pártja 1944. október 15-én zajlott pucsszerű hatalomátvétele után sem.
A kormányzót és a delegációját visszatartották, amíg az ország elfoglalása végbe ment. Ez idő alatt az első magyar hadsereget a Kárpátok védelmére rendelték ki. Vitéz Falk Viktor nagy részletességgel magyarázza el a masszív szovjet ellentámadás, valamint a szövetségesek által nyitott nyugati front követmezényeképp kialakult magyar helyzetet. Hiába ígért Hitler csodafegyvert, egyik oldalon sem sok tábornok tápált már olyan illúziót, hogy Németország megnyerheti a háborút. Az uralkodó és tévesnek bizonyult elképzelés szerint a szövetségesek egy döntő csapást készítenek elő a gyenge pontok megszállásával, ami a Balkánt és Közép-Európát jelentette. Ennél fogva a magyar katonai stratégiák a szovjet rohamot Erdély és a Kárpátok fő útvonalainak védelmezésével akarták elhárítani. Ennek hátterében az a megfontolás állt, hogy elég időt nyerjenek az amerikai tankok megékeléséig Magyarországra. Inkább választottak ugyanis, hogy nyugati hatalmak foglalják el az országot, mint a Vörös Hadsereg. Hindi Iván, a várost védő magyar csapatok főparancsnoka, Karl Pfeffer Wildenbrück SS tábornagynak volt köteles jelenteni. Akárcsak a Barbarossa hadművelet során a magyar királyi honvédség ismét a Wehrmachtnak alátrendelt helyzetben találta magát. Az ország 1944. márciusi német megszállását, majd a törvényesen működő horti rendszer megdöntését és egy meghiúsult fegyverszüneti megállapodást követően a radikálos nyilaskeresztes párt és náci barát vezetője Szálasi Ferenc vette át a kormány irányítását. Mivel Vitéz Falk Viktor rövid történeti munkájában elsősorban a katonai akciókra fókuszál, ezen belül legfőképp a magyar katonák megmozdulásaira, nem tér ki a részletesen Forte elhibázott fegyverszüneti megállapodására. 1944. október 15-én a Magyar Rádióban elhangzott a hadsereg főparancsnokának bejelentése, hogy a harcokat be kell szüntetni. Mivel a hadparancsot nem személyesen Horthy olvasta be, és nem a szokásos parancsláncon keresztül érkezett, a magyar katonai vezetők nem bíztak benne, és nem követték. Ami a magyar honvédeket és a harcoló közkatonákat illette, neki két választásuk maradt. Vagy az oroszokra lőnek, akik a hírek szerint mindenütt fosztogatták és erőszakoskodtak, vagy német bajtársaikra. A 21. században is választanunk kell. Oroszország vagy Európa? Egy új és félelmetes világban élünk, ahol nem a rádióban hangoztassák a híreket, hanem a televízióban és a társadalmi médián, ami tele van úgynevezett fake, illetve fals hírekkel. A mai helyzet szövevényes, tébolyos, és az igazság gyakrabban, mint nem, nehezebben megfogható, mint 1944. október 15-én. Mégis a Magyarországnak és a magyarságnak beleértve a magyar honvédet is választania kell. A német vagy az orosz mellett harcolunk, ha harcolnunk kell. Muszáj-e harcolnunk? Létezik-e egy harmadik választási lehetőség? Az abszolút és független semlegesség. Józan, független, teleki pálféle diplomácia a világ nyelvén, ami fáradatlanul küzd Magyarországért, a magyarságért és az elszigetelt határon túli magyarokért. 1944. októberében nem volt harmadik kiút. Habár a meghiúsult fegyverszünet, a zsidók deportálása a halálvonatokon és a nyilaskeresztes párt elkövette atrocitások erősen demoralizálhatták a lakosságot és a hadsereget is. Vitéz Falk Viktor kitartóan a katonákra és az ütközetekre koncentrál. A katonákra, akik élet-halál küzdelmet vívtak Budapest védelméért. A budavári kitörés katasztrófában torkolott. A magyar és a német katonák civilekkel vegyesen több hullámban kaotikusan zúdultak le a Várhegyről a Szénatér és a Szélkálmán tér irányába. Számítva a rohamra, a szovjet tűzérség beásta magát és csendben várakozott. Zöld izzás világította meg az eget hátborzangató fénnyel, amelyet sorozatos ágyútűz követett. A mészárlás iszonyatos mértéket töltött.
Borzalmas látványt nyújtott, ahogy a remegő fény megvilágította a levegőbe robbanó testrészeket. Pfeffer, Wildenbruck és Hindi ezredesek egy biztonságosabb útvonalat választottak maguknak. Egy föld alatti csatorna rendszeren az ördögárkon keresztül menekültek. Úgy tűnt azonban a szovjetek ezt is előre látták, és a két parancsnokot rövid időn belül elkapták. A becslések szerint 20 000 ember meghalt, többségük magyar volt. A szovjet források erősen felnagyítják az ellenség veszteségeinek mértékét, és az ostromot követően elfogottak számát 49 000 halottról és 110 000 foglyul ejtett német katonáról beszélnek. Vitéz Fal Viktor felhívja a figyelmet egy furcsaságra. A szovjetek nem említik beszámolókban a magyar katonákat egyáltalán. A hidegháború után feloldott orosz dokumentumok szerint 1945. februárjában a szovjetek arra használták nem harcoló személyeket, beleértve például a helyi rendőrséget vagy civileket, hogy közreműködjenek az elfogott németek számának jelentős eltorzításában. A túlélők számát illetően Falk Viktor német forrásokra hanyatkozik, amelyek mindössze 611 olyan németről és 267 magyarról számolnak be, akik átjutottak a vonalaikon. Az utolsó magyar üzenetet 1945. február 13-án küldték az ellenállás makacsú kitartó fészkéből a budai várból. Csendőrpajtársak! Teljesen be vagyunk kerítve a királyi palota romjai között. Napok óta nincs semmi kenyerünk, se vizünk. Készek vagyunk a mindenható Isten kezébe tenni életünket, és rábízni a sorsunkat. Ha nem éljük túl ezt a poklot, gondoskodjatok családjainkról. Isten óvja Magyarországot! Éljen sokáig Magyarország! Éljen soká a magyar királyi csendőrség! Vitéz Falk Viktor könyvének utolsó előtti bekezdése ritka bepillantást nyújt a hősies akció természetébe. A Szent László hadosztály heroikus kitartása és áldozata minden bizonnyal komoly taktikai, de még stratégiai jelentőséggel is bírt a maga idejében. A történésznek még fel kell tenni a kérdést. Valóban lélektani indítással hajtva küzdöttek ezek az emberek ilyen bátran? Az őszinte válasz természetesen a nem. Hiszen a legtöbbük még csak nem is volt tisztában szerepük taktikai jelentőségével. A szintiszta igazság, hogy ezek a férfiak ugyanazzal a lelkülettel harcoltak és haltak meg, mint azok, akik életüket vesztették a Kárpátokban, Tordán, Budapesten, akik egyszerűen a hazájukat védelmezték ösztönös cselekedettel, amely által azokká a hősökké váltak, akik lettek. Méltó hősiesség meghalni a hazáért, de meghalni egy idegen náció vagy egy nagyhatalom érdekében nem csak ostobaság, hanem tragédia és hiába ontott drága magyar vér. Es muss ausgehalten werden-nek azt kell felelnünk, hogy nein, nem. Minden áron nem. A magyar hazáért igen, de Németországért, Európáért vagy Oroszországért nem. A Fire, Iron and Blood, A Short History of the Hungarian Honvéd Army in the Second World War című könyv figyelemre méltó adalék a haditörténethez, és tiszteletadás a hősöknek, akik a hazáért áldozták életüket. Vitéz Falk Viktor nem egy idegen háború veteránja, mégis katona. Már nem kardot vagy csatabárdot forgat, hanem a tollát, amelyet az igazság szolgálatában állított. Az ősei nemes öröksége szellemében Vitéz Falk Viktor maga is értékes lovagja Szent Lászlónak. A magyar becsület védelmezése és a legyőzötteknek való tiszteletadás által s teszi mindezt a győztes világnyelvén.